Önök az első kézből című műsorunkat látják. Jó estét kívánok! A 2016-os év első műsorában meghívottunk Moldován József, RMDS parlamenti képviselő. Köszöntöm a stúdióban. Nem tudom, képviselő úr, ilyenkor új évek elején van-e a politikusnak újévi fogadalma? Tehát arra lennék kíváncsi, hogy milyen politikai vonatkozású újévi fogadalmai vannak a képviselő úrnak. Hát elsősorban mindenkit üdvözlök, persze így az első adásban. Hát vannak politikai, inkább én jobban szeretem a magán jellegű fogadalmakat, mert azokat ugye általában csak a saját személyen befolyásolhatja azoknak a betartását. Nyilván politikai fogadalmaim is vannak. Nyilván, hogy ez az év egy mondjuk úgy, hogy nem egy szokványos év, de azt gondolom, hogy ez is már szokva vagyunk, hogy lassan minden évben valamilyen formában, valahogy, valamiért mindig valamilyen választás van évközben. Ebben az évben történetesen két választás is lesz, tehát nyilván, hogy az én politikai fogadalmam ezzel kapcsolatos, de hogyha belemegyünk, akkor majd el is. Én konkrétan arra gondoltam, ugye, hogy valahol valamelyik közösségi oldalon vagy internetes felületen olvastam azt, hogy kormányváltás kapcsán kifejtette, hogy az RMDS-nek fontos szerepe volt ebben, és a reményei szerint a szervezet célkitűzései teljesülni fognak. Most ez nem egy új év fogadalom, ez egy egyszerű interjú volt. Így például az, hogy legyen vége a kisebbségi jogok nyírbálásának, tartsák be az oktatási törvényt, és kerüljön sor a közintézmények reformjára. Pontosan mire gondolt, vagy mikre gondolt ebben az esetben? Az oktatási törvényen kapcsolatosan arra gondoltam, hogy életben van, érvényben van egy oktatási törvény, annak a kisebbségi fejezetét mai napig nem tartják be, ha a Mogye esetét nézzük Marosvásárhelyen. Hát igazából az lenne egy nagy előrelépés az oktatás terén, és erre lenne hivatott az a szak emberekből összeállt kormány, akinek úgymond nincsenek politikai érdekei, és ezen belül azt gondolom, hogy ilyen megközelítésből akkor nem lehet politikai eszközként felhasználni a kisebbségi kérdést, mint általában, hogy szoktuk mi nevezni a kisebbségi kártyát, akkor ez egy jó alkalom lehetett volna, vagy lehetne továbbra is, hogy akkor a kisebbségi oktatást rendezzük. Tehát végre a törvény értelmében a Mogye esetét is akkor hozzuk egyenesbe, és azokat a döntéseket vigyük véghez, amit a törvényben beleírtunk, belefoglaltunk, elfogadtunk a parlamentben, és ráadásul még a közlönyökben is kiközöltük. Tehát ez az oktatás terén. Az adminisztrációs reformba pedig, hál' Istennek, hogy most már látok egy-két dolgot, ebben viszont azt látom, hogy ebben van egy jófele elmozdulás. Számomra ez azt jelenteni, hogy végre változtassunk azon a hozzáálláson, amit általában a közalkalmazottakon látunk akkor, amikor magánemberként bemegyünk egy-egy hivatalba. Tehát az én álláspontom az, hogy egyrészt az ellenőrző szerveknek a módozatán, az ellenőrzés módozatán, a mentalitásán kellene változtatni, másrészt meg a közalkalmazottaknak a viszonyulásán a civil emberekhez, az állampolgárokhoz akkor, amikor bemennek, hogy ügyeket intézzenek. Ez a két dolog azt gondolom, hogy Romániában nagyon-nagyon el van fajulva. Egyrészt persze mindenre van motiváció, mindenre megvan az ok, az indok. Azt gondolom, hogy egy közalkalmazottnak azért is van benne nevében, hogy közalkalmazott, hogy a közösségért dolgozik, tehát a közösséggel szemben vannak neki kötelezettségei. Az első ilyen kötelezettség az, hogy az ember bemegy egy állami hivatalba, és nagyon sokszor példának ezt szoktam felhozni, hogyha mondjuk netán a pénzügyi hivatalba megyünk be, az adóhivatalba, akkor ne az legyen, hogy úgy néznek ránk az adóhivatalból a hölgyek, urak, akik ott ülnek a pult mögött, mint hogyha most nem tudom, mit kérnénk tőlük, mikor bemegyünk, hanem egyszerűen próbáljanak kedvesen és úgy viszonyulni hozzánk, mint azok az emberek fele, akik kifizetik az ő fizetésüket is azáltal, hogy adót fizetnek be. Tehát itt van egy komoly hozzáállás, mentalitás probléma. A másik probléma az maga az ügyeknek az intézése, maga az intézményeknek a működési mechanizmusa, hogy ezek hogy vannak összeállítva, hogyan működnek ma Romániában. Én nagyon sokszor elmondtam, hogy és ezt látom, és szerintem egy nagyon-nagyon rossz megközelítés, hogy az állampolgár az állami intézmény szemében, amikor az állami hivatal, az állami intézmény kimegy mondjuk egy ellenőrzésre, akkor alapból bűnösnek minősül. Tehát abból az alaphelyzetből indulunk el, hogyha megjött az ellenőrzés, akkor mi bűnösek vagyunk, és attól kezdve kell tisztázzuk azokat a bűneinket, amit ők felsorolnak, hogy már tapasztalták, vagy még nem tapasztalták, de gondolják, vagy sejtik, hogy ez lehet. És ezen kellene változtatni, nyilván ehhez törvénymódosítások is szükségesek, ezen dolgozunk néhány kollégával, hogy
próbáljunk olyan törvényeket javasolni, amiben ezek a mechanizmusok megváltoznak. Tehát ezt látnám egy nagy reformnak az adminisztrációban. Ott van a kisebbségi jogok nyírbálása, amit szintén említett. Persze. Én azt hiszem, hogyha minden egyes intézménynek nem a decentralizációt követjük, hanem a centralizációt, tehát minden intézményben azon vagyunk, hogy minden erőt, minden döntési szintet visszavigyünk Bukarestbe, akkor ez a kisebbségek rovására megy. A kisebbségek rovására megy az is, hogyha mondjuk azért hívunk be néhány embert, mert Vas Albert könyveket tartogat otthon a házában, vagy azért tartunk házkutatást. Az is kisebbségi jognyírbálásnak minősül, hogyha mondjuk egy nemzeti zászlót valaki csak azért is titulál valamilyen jelképnek, mert ő ezt megengedheti magának, mert egy állami intézményén dolgozik. Szóval nagyon-nagyon sok ilyen dolog történt az elmúlt két évben, aminek azt gondolom, hogy kihatása van a kisebbségi viszonyuláshoz, és ez egyre csak erősödik, hogyha nem teszünk. Tehát már ugye a törvénykezés során is látunk olyan jelenségeket. Most nem mennék ebbe nagyon részletesen bele, de azért egy-két példát elmondok azért, hogy lássuk, hogy mi történik Bukarestben például. Van egy kollégánk, ugye egy Diákonú nevű kollégánk, aki több olyan törvénykezdeményezést is elindított, ami egyrészt az RMDSZ-t helyezné törvényen kívülinek. Meg gárdát is alapított. Meg most létrehozott egy ilyen látszepes típusú, nem tudom milyen testületet, ami ugye arra hivatott, hogy megvédje a nem tudom kitől, mitől azt a kis román nemzetet, amelyik bajban van. Szóval ezek mind olyan kezdeményezések, ami azt mutatja, hogy ez a nacionalizmus, ez a nagyon erős nemzeti érzésű embereknek a felhívása különböző akciókra, ez arra hivatott, hogy bizonyítsák, hogy itt azért vannak problémák a kisebbség és a többség között. Holott véleményem szerint ez már a 21. században egy kicsit elcsépelt dolog kellene, hogy legyen. Igaz az, hogy fordítva mi is ugyanazt érezzük, hogy nagyon-nagyon sok esetben ugye a jogaink, meg minden, ami a kisebbséggel kapcsolatos, az általában sorban van kezelve, másként van kezelve, mint ahogy az normális lenne. Másodrendű, így van. Vagy akár másodrendűek is, másodrendűnek érezzük magunkat néhány helyzetben. Erre még rátéve egy lapáttal és egy nemzeti érzelmű, egy nemzeti érzékenységet állandóan korvácsolni és állandóan folyamatosan szítani, azt gondolom, hogy ez egy téves politika Romániában. Tehát azért mondom, hogy nekünk ezekre a dolgokra nagyon oda kell figyeljünk, mert ezek érzékeny dolgok, és azt gondolom, hogy a március 90 az néhányunkban, még akkor is, hogyha nem is voltunk személyesen ott, azt gondolom, hogy elég hülyen tükrözi, hogy mi történhet akkor, hogyha véletlenül nem jól értelmezünk néhány dolgot, ha akár kisebbség, akár többség egy országban rosszul van informálva, rosszul van mozgatva, azt gondolom, hogy ezek mind meg kell maradjanak nekünk, mint olyan események, ami nem szabad többet előforduljon. Tehát én azért bízok abban, hogy ezekben a kérdésekben a mi felszólalásaink, a mi nyilatkozataink, a mi megnyilvánulásaink azt szorgalmazzák, hogy mindenki értse azt, hogy mi azt szeretnénk, hogy ebben az országban úgy legyünk tekintve, mint egy normális ember, egy normális állampolgár, nem másodrendű állampolgárnak, és nyilván, hogy a saját identitásunkat, a saját kérdéseinkben, a saját identitási kérdésünkben, de nem csak, hanem akár oktatási vagy kulturális kérdésekben is, azt szeretnénk, hogyha ebben mi tudnánk elmondani, hogy mi a jó nekünk, és nem mások mondják el adott esetben ezt. Hogyan tudnak önök fellépni az RMDSZ, ön, mint parlamenti képviselő, a kisebbségi jogok megnyírbálása ellen, ha nincs Romániában elfogadott kisebbségi törvény? Ugye ezt Sógor Csaba is hangsúlyozta, hogy 9 évvel az uniós csatlakozás után még mindig nincs Romániában elfogadott kisebbségi törvény. Minden egyes nyilatkozattal, minden egyes hivatalos megnyilvánulással, minden egyes bejegyzéssel, sajtótájékoztatóval, parlamenti felszólalással, parlamenten kívüli felszólalással, tehát minden egyes cselekedettel, amit a kisebbség érdekében teszünk, azt gondolom, hogy ezzel is ezt mutatjuk, vagy ezt erősítsük, hogy lehet normális körülmények között élni, és hogyha magyarság kérdésben, vagy magyar kérdésben teszünk egy-egy lépést, attól nem omlik össze a világ. Nem omlik össze a világ, úgyhogy most mondhatnék egy banális példát, hogy
kiadtunk egy Kóskároly bélyeget akkor, amikor ugye kormányon voltunk, és én távközlési államtitkár voltam. A Román Posta akkor először adott ki magyar személyiséggel egy bélyeget. Ráadásul ugye Kóskároly nem is egy akármilyen személyiség. És nem omlott össze a világ. Mindenki attól félt, akár a minisztériumban, akár máshol, hogy jaj, most mi fog történni, hogyha véletlenül kiderül, hogy akkor magyar személyiségekkel kezdünk ugye bélyegeket kiadni. Nem történt semmi. Tehát nem állt meg a világ, nem dőlt össze a világ, tehát bizonyítottuk azt, hogy igen, számunkra egy fontos személyiség bekerült a bélyeg ugye, teljes világába is, és ez rendben is volt így eddig. Tehát azért mondom, hogy ilyen lépések is csak azt bizonyítják, hogy a félelem az nem indokolt. Tehát ez egy előre egy beidegződött dolog, amivel szerintem kellene foglalkozni, és kezelni kéne nem csak a kisebbségnek, hanem a többségnek is ezt a dolgot kezelni. És hál' Istennek azt gondolom, hogy vannak olyan emberek a román állampolgárok közül is, akik egyre többen, egyre hangosabban elmerik mondani azt, hogy nem lesz semmi probléma attól, hogyha mondjuk Erdélyben a magyar nyelv az egy elfogadott nyelv. Térjünk vissza a kisebbségi törvényhez. Ugye 2005-ben létezett egy román kormány által is jóváhagyott törvény, és ezt próbálom hangsúlyozni, hogy ez még mindig nincs elfogadva. És ugye sokan az RMLI ezt okolják, hogy az RMLI ezt kérik számon, mint a románi magyarság legitim képviselője a parlamenti meg a szenátusi házban, hogy miért nincs. Miért tartunk ott most is 2016-ban, hogy nincs ilyen törvény? Nem megkerülni akartam a választ, és ezért válaszolni is fogok. Jogos az elvárás. Tehát azt gondolom, hogy a románi magyarok jogosan várják el az RMDSZ-től, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Azért is, mert ugye az RMDSZ van a parlamentben, az RMDSZ parlamenterei vannak ott 1992 óta, vagy 90 óta akár, és ezzel a kérdéssel foglalkoznak. De nem csak RMDSZ-es parlamenterek voltak az évek során. Tehát azért jó, hogyha tudjuk azt, hogy azok az emberek, akik ma azzal vádolják az RMDSZ-t, hogy ugye nem lépett a kisebbségi törvény területén, valamikor nem is olyan rég, még az RMDSZ színeiben, de RMDSZ képviselők voltak a Románia parlamentjében. Részükről sem láttam nagyon sok ilyen magánakciót. Tehát végül csak RMDSZ képviselők voltak. Nyilván, de ma ők azt mondják, hogy az RMDSZ kellene ezt a kérdést megoldja, holott ők akkor, amikor ugye ugyanebben a csapatban voltak, akkor az ők részükről sem volt sokkal nagyobb eredmény. És ennek is megvan a magyarázata, hogy miért. Hát a magyarázat egyszerű. Az RMDSZ-nek van 5%-a vagy 5,5%-a néhány olyan fogas kérdésben, amit nem lehet elfogadtatni a román politikusokkal, vagy azért, mert nem merik bevállalni, vagy azért, mert úgy érzik, hogy ezzel meggyengítik a saját politikai státusukat. Azokkal a törvényekkel nehezebben lehet haladni előre. Ez nem azt jelenti, hogy a parlamentben nem történik semmi ezekkel a törvényekkel. Tehát többek között mi minden egyes szesszió elején lejelentjük a prioritásainkat a képviselőház vezetőségének, mint ahogy majd megtettük ezen a héten is. Lejelentettük, hogy szeretnénk a kisebbségi törvénnyel foglalkozni. Kértük, hogy tűzzék napirendre. Tehát ez minden egyes szesszióban megtörténik, a bizottságokban minden egyes olyan helyen, ahol alkalmunk van és lehetőségünk van, előhozzuk, visszahozzuk ezt a kérdést, és próbáljuk vitára bocsájtani. Próbáljuk meggyőzni őket, hogy érdemes ezzel a törvénnyel foglalkozni, kell ezzel a törvénnyel foglalkozni, mert előbb-utóbb ez a törvény megkerülhetetlen lesz. És Sohó Csabának igaza van, hogy 2005-től ez nem sikerült. De minden egyes szesszióban, minden hónapban történik ez a törvény körül valami. Valószínűleg, hogy az RMDSZ ezt az évek során nem tudom miért nem. Én a magam részéről is azt gondolom, hogy tényleg sokszor jobb lenne azokra a dolgokról beszélni, amit megcsinálunk, és utána beszélni, miután megoldottuk. Tehát ennek a kérdésnek beszéltünk az évek során róla, de igazából egy valós megoldást nem tudtunk kieszközölni a parlamentben. De azért mondom, hogy most is, ezen a héten is, ez téma volt a frakcióban, letettük a javaslatunkat, nagy valószínűséggel, ha nem tudom milyen csoda folytán mégis napirendre kerülne, akkor erről tudunk vitázni. Tehát igazából az a legnagyobb probléma, hogy ezt a törvényt napirendre tudjuk tüzetni, akár bizottság szintjén, akár plénum szintjén. Tehát, hogy tulajdonképpen ennek a törvénynek ez a sorsa, hogy állandóan az a többség, ami ott van a parlamentben, nem hajlandó, nem elutasítani akarja, hanem nem hajlandó róla vitázni. Ez a legnagyobb probléma. Előbb rossz évszámot mondom, ugye azt mondtam, hogy 9 évvel a uniós csatlakozás után, nem tudom miért van nekem most ez a 9-es általában, majd tegnap ma mind 9-eseket használtam, 11 évvel az uniós
illetve 9 éve, csak hogy 11 éve volt ez megszavazva a román kormány által. Igen. Arra lennék kíváncsi, hogy ön szerint mind változtatna az, hogyha ne adj Isten valami csoda folytán, holnap után, jövő hónap végén elfogadná a román parlament, a román kormány a kisebbségi törvényt. A mindennapi életben nem hiszem, hogy sok minden változna. Tehát attól eltekintve, hogy nincs egy kisebbségi törvény, nagyon-nagyon sok mindent azért sikerült elérni az elmúlt években. Törvény nélkül is. Tehát a decentralizációs folyamatban nagyon-nagyon sok olyan döntést, ami a mi közösségeinket érinti, az sikerült, hogy megoldjuk, hogy oda kerüljön, ahol a döntés fontos számunkra. Tehát, hogyha önkormányzatokról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy ha visszatekintünk 2005-re, és megnézzük, hogy mi van 10 évvel utána, 2015-ben, nagyon-nagyon sok olyan döntés, ami minket érint, direkt módon érint, arról ma már mi döntünk. Tehát mi tudjuk eldönteni egy-egy önkormányzati döntéssel, mondjuk, hogy mi mennyi pénzt szánunk infrastruktúrára a helyi költségvetésből, mi tudjuk eldönteni megyeszinten, hogy mit tudom én, milyen beruházásokra adjunk pénzt, mit oldjunk meg ezekből a visszaosztott áfa összegekből. Tehát, hogy ennek a decentralizációnak a folyamatában a lényeges döntések azért visszakerültek az önkormányzatokhoz. Végül is ez a legfőbb célja egy kisebbségi csoportulásnak, hogy a saját kérdéseiben, a saját számára fontos kérdésekben tudjon dönteni. A kisebbségi törvény nem tenne más, mint ugye szavatolna azt, hogy bizonyos nagyon fontos problémákban a többség ne tudjon visszaélni a kisebbségi jogokkal. De hiszen ez a lényege, mert az írott törvénynek azért van egy olyan háttere, hogy valahogy be is kéne tartatni, vagy tartani. Igen, mégis paradox helyzet, ugye az előbb beszéltünk az oktatási törvényről. Oktatási törvény érvényben van, mégsem tudjuk kivitelezni, hogy a törvényt valaki betartsa. Románia egy ilyen ország, tehát hogy vannak ilyen fura helyzetek, amikor akár van törvény, akár nincs törvény, mégis bizonyos nehéz kérdésekben vagy így, vagy úgy megkerülhetőek. Tehát nyilván is számunkra az lenne fontos, hogy ebben a törvényben olyan jogokat, vagy olyan viszonyulást és olyan védelmet nyújtsunk a kisebbségeknek, és nem csak a magyar kisebbségről beszélünk. Tehát azért Romániában vannak még rajtunk kívül olyan kisebbségek, akik jóval kevesebben vannak, mint mi, tehát az ők jogaik nyilván, hogy még jobban sérülnek évről évre, még jobban az asszimiláció egyre nagyobb számukra, tehát ez a veszély egyre nagyobb. Ezért azt gondolom, hogy mindenki számára, aki kisebbségként él ebben az országban, ugyanolyan fontos az, hogy törvény által legyen szavatolva az ő kisebbségi joga. És ezekben a kisebbségi jogokban a nyelvhasználattól, az oktatásig, a kulturális megmozdulásokig, meg minden, ami ezzel kapcsolatos, a kisebbségi érdekkel kapcsolatos, ezekben a törvényben ott kell, hogy legyen, és nyilván, hogy azért kell törvénybe foglalni, hogy legyen jogerős, amikor az ember valamilyen nyilatkozatot tesz ezzel, ennek a kérdésnek a kapcsán. Elhangzott Kós Károly neve. Említette, hogy ugye közbenjárásának kezdeményezésére lehetőség nyílt, hogy bélyeg jelenjen meg róla az ő emlékére egészen pontosan. Ott van két másik név, ezek vitatott nevek, Nyírő József és Vas Albert. Na most Vas Albertet is említette a különböző megkurcoltatások kapcsán. Egy Vas Albert évfordulót népszerűsített, osztott meg ön nemrég a saját közösségi oldalán. Nem fél, mert hogy ugye Vas Albert még mindig úgy van, hogy nyilvántartó, hogy háborús bűnös. Ha csak a szovátai esetre gondolok, amit nyilván képviselő úr is jól ismer, hogy fölkerült oda egy szobor, és a minap is néhány nappal ezelőtt is egy 20-30 tagú állarcos csendőr, rendőr, ügyész rohant oda ki, hogy ellenőrizzék, hogy mi történt, és idézzék be újra azt az embert, aki fölmerte rakni a saját területén. Nincs, amitől féljek. Tehát én azt gondolom, hogy azzal, hogy egy magyar íról emlékezünk, azért, mert ő bizonyos írásaiban ezelőtt, mit tudom, hogy mennyi évvel nem tetszett az akkori rendszernek, és az akkori rendszer, vagy mit tudom, még mai napig nem oldódott ez fel, én ettől még azt gondolom, hogy annak az írónak megvannak az érdemei, legalábbis magyarságunk számára ezek az érdemek fontosak, ezek az írások fontosak. Nem látom, hogy miért nem lehetne ezekre megemlékezni. Hát mert hogy az ügyészség és egyáltalán a román hatóságok úgy kezelik még mindig, mint háborús bűnöst, ugye, akit a népbíróság annó Kolozsváron háborús bűnösnek kiáltott ki. Persze, azóta néhány háborús bűnösről kiderült, hogy nem is volt annyira bűnös, mint ahogy ez akkor ugye az akkori időkben, az akkori rendszernek ugye ez úgy tűnt. Tehát én azt gondolom, hogy pontosan
erről beszéltem, hogy a 21. században ezeken a dolgokon most már úgy érzem, hogy túl kellene lépjünk. Tehát én nem látok semmi rosszat abban, sőt, nem látom egyáltalán a problémát azzal, hogyha valaki Vas Albert könyveket olvas. Tehát én azt gondolom, hogy aki egyszer magyar irodalmat tart otthon a könyvtárában, akkor a 10 emberből biztos, hogy 8-nak legalább egy Vas Albert könyve van. Önnek is van? Persze. De... Csak említette ezt, hogy ez nem megengedhető a 21. században. Mégis, emlékezzünk vissza a két kézdivásárhelyi fiatal letartóztatásának körülményeire. Mi volt a második intézkedés azon túl, hogy elfogták, illetve úgymond visszatartották és elkobozták a Vas Albert köteteket? Az illetők polcairól, mert hogy az tiltott irodalom, mert hogy az háborús bűnös írta. Én erre is azt mondom, hogy amit mindig mondani szokt, ez egy túlkapás. Tehát véleményem szerint túlkapás. Tehát hogyha Romániában ma kiadják a Vas Albert könyvet, az üzletekbe vásárolni lehet a Vas Albert könyvet, akkor nem tudom megérteni, hogy egy állami intézmény, legyen az akár ügyészség, hogyan foglalhat le ilyen irodalmi műveket. Tehát, hogy ez azért nincsen rendben, mert akkor máshol kellene a problémát kezdeni. Tehát azért mondom, hogy ezek látszik, és mondjam, messziről is így, elmódon ítélhetjük meg, hogy ezek túlkapások, mert erre nincsen egy valós indok. Én azt gondolom, hogy ilyen esetben is lehet, hogy rosszul, vagy nem tudom, rossz beidegződés kapcsán, vagy más hiába, akkor ugye találunk mindig valamit, amivel megfogózhatunk. Tehát én azért mondom, hogy én ilyen szempontból, és ezt nem is szeretném tovább ragozni, én azt gondolom, hogy aki Vas Albert, vagy akár más magyar irodalmat olvas, azzal nem tesz rosszat más állampolgárnak, más nemzetnek, hanem csak a saját nemzetivel, saját kulturális identitását táplálja ezzel. Ön szerint van-e mód arra, hogy valamilyen féleképpen változtasson a kormány, az illető hatóságok változtassanak Vas Albert megpecsételt múltjának a felfogásán, illetve szabad elvén lehessen ezeket a könyveket terjeszteni, olvasni? Lát valami megoldást erre egyáltalán? Most csúnya szóval, csúnya kifejezésre tisztára mosni Vas Albert nevét. Igen, tehát én úgy tudom, hogy van ennek egy elévülési ideje. Ezeknek a háborús bűnösségnek is van egy elévülési ideig, ami úgy hiszem, hogy nincs is olyan messze, tehát hogyha addig nem lehet ezt másként megoldani, akkor ez ilyen formában, ha így tetszik, akkor megoldódik, mert elévül az évszám, ami alatt ugye ezt még fent lehet tartani. Nyilván, hogy számunkra volt, én úgy tudom legalábbis, és azért nem szeretnék butaságot beszélni, de úgy tudom, hogy a közülünk volt, aki ezt már kezdeményezte, és kérték, hogy vegyék le Vas Albertet a bűnösök listájáról, a Lajstromról, mert hogy ugye nem volt ennek konkrét bizonyítéka, hogy ő mennyire vagy mennyire nem vett részt különböző akciókba. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ezt az irányt kellene kövessük, nyilván meggyőzni azokat, akik tehetnek ebben a kérdésben, hogy az ő esetében ezt most már fel lehetne oldani, fel kellene oldani, mert nem történik semmi. Mi sem bizonyítja jobban, hogy ugye az előbb beszéltük azt, hogy nagyon sokan olvassuk a Vas Albert műveket, ettől még nem történt semmi a világon, sem köztünk, sem a közösségeinkben, hogy Vas Albert irodalmat olvastunk. Moldován József parlamenti képviselő, ugye szakmai vitafórumot is szervezett a Gyergyői medencében nem is olyan régen, ahol a medence polgármesterei, cégvezetői, valamint könyvelői voltak meghívva, vettek részt, az új adótörvénykönyvet és az új módszertanokat tárgyalták. Milyen eredményekkel? Hát eredmények ugye azok nagyon nincsenek, hanem inkább észrevételek voltak, és jogos észrevételek azoktól az emberektől, akik ezzel gyakorlatban kell foglalkozzanak. Tehát én ugye akkor is azt mondtam, és most is azt mondom, hogy ilyen törvényeket, mint az adótörvénykönyv, ami egy sarkalatos törvény és egy nehéz törvény, tehát hogy tartalmilag is egy nagyon nehéz törvény, nagyon-nagyon sok alkalmazási és cikkeje van, amit alkalmazni kell konkrét esetekben. Erre jó lett volna, és ezt kértük is a tavalyi folyamán nagyon sokszor, hogy bocsássák vitára, hagyjanak időt, elég időt arra, hogy ezt lehessen mintázni, ki lehessen
próbálni, hogy akkor ezek az intézkedések jobbak, vállalhatók, gyakorlatban életbe léptethetőek-e, vagy nem. Nem sikerült ezt megoldani, a kormány egy nagyon gyors, ilyen maratoni futam alatt mondhatnám így, behozta a parlamentbe, átgyúrta, próbálta meggyőzni a parlamentet, meg is győzte a parlamentet, hogy ez egy nagyon-nagyon jó törvény. Nyilván, hogy vannak benne olyan cikkek is, ami már messziről látszott, hogy ezek előnyösek lesznek a gazdaság serkentő részére gondolok. Adók csökkentése, ugye áfa csökkentés, vállalkozónak dividens adó csökkentés, meg sok-sok más ilyen kezdeményezés. Nyilván a magam részéről volt benne olyan kezdeményezés, amit én magam kezdeményeztem, tehát ennél is inkább ugye próbáltam a pozitív oldalról megközelíteni, és ezért meg is szavaztam ezt az adó törvénykönyvet, habár már akkor látszott, hogy lesznek benne olyan dolgok, ami úgy nem tud működni, ahogy leírták. Tehát néhány helyzetben, néhány esetben eléggé ilyen nagyon általánosan van megfogalmazva, nem érthető, nem életbe léptethető, és ez látszik is, hogy az informatikai rendszert, amikor ehhez próbálták alakítani a törvény szöveghez, akkor néhány helyen összetűzésbe került maga a szöveg az alkalmazással. Tehát, hogy ez jött vissza a könyvelők részéről is, ez jött vissza az önkormányzatok részéről, a vállalkozók részéről is. Ugye egyik nap voltunk Gyergyóban, másnap Parajdon, majdnem 100 vállalkozó volt abban a teremben, és nagyon-nagyon sok esetet hoztak fel különböző helyzetekre, amikor az önkormányzat nem tudja, hogy hogyan kell alkalmazni az adóbevallást. Tehát ugye most ennek az adóbevallásnak van egy nagyon pozitív oldala hosszú távon, az, hogy mi magunk valljuk be, hogy milyen célra használjuk az ingatlanjainkat, ettől kezdve az adózási feltételek is ehhez lesznek alakítva. De mivel mi ezt az önbevallást megtesszük, az önkormányzat kell értelmezze a törvény értelmében, hogy a mi önbevallásunk alapján igaz-e, így van-e, vagy nem úgy van. És amikor az informatika rendszerbe beviszik, akkor teljesen másként jön vissza, mint ahogy ezt elképzeljük. Na, ilyen kérdésekben az adókedvezmények kapcsán nagyon-nagyon sok kérdés merült fel, hogy hogyan lehet adókedvezményt kapni az erdők kapcsán, meg más területek kapcsán, és akkor ilyenkor ugye ezeket vissza kell kérdezni. Összegyűjtöttünk egy Lajstrom kérdést, ezt már a bent a bizottságban, a frakcióban a kollégáknak átküldtem, hogy lássák ők is, hogy mivel találkoztunk Hargita megyében. Néhány kollega a héten tart ilyen fórumot a Erdély más területein, Biharban, meg más területekén is, Kovászna megyében is néhány kolléga, és próbáljuk ezeket összesíteni, minél bővebben, minél pontosabban akarjuk meghatározni, hogy hol vannak azok a gócok, azok a problémák, amiket kellene orvosolni a szaktárcának, és ezeket át fogjuk küldeni nekik, vagy konkrét javaslatokkal, vagy ha nem, akkor kérdésként, hogy akkor ezeket oldják meg minél hamarabb. Tehát, hogy a határidőket, ha megszabott magának a minisztérium, akkor az mellé rendeleteket is kell kiadni, meg az alkalmazást is úgy kell kialakítani, hogy ez az emberek számára érthető, alkalmazható és vállalható legyen. Tehát, hogy ez volt tulajdonképpen ennek a fórumnak a fő célja. Melyek voltak a leggyakoribb kifogások, amik a gyergyői szakemberektől érkeztek? Nyilván az ingatlan adó bevallása kapcsolatosan. Hogy hogyan kell egy ingatlant úgy bejelenteni, hogy ez akkor rendben legyen. Hogyan lehet azt megoldani, hogy az ingatlannak az adózása ne ugorjon 15-szörösére, mint az előtti évben. Mi történik akkor, hogyha egy autót beíratunk, és az autónak ugye a következő évtől adókötelezettsége van az illetőnek, de ő ez az év során eladja az autót. Akkor ő hogyan tudja eladni az autót, mert az alkalmazás nem képes, hogy kiadjon egy olyan adó papírt, ami tiszta, és ami bizonyítja, hogy ő az adóját kifizette. Ugye mert egy másik passzus azt kéri, hogy akkor az eladó fizesse ki az évre az adót. Tehát, hogy ilyen problémák volt, gyakorlati kérdések egyébként, amivel foglalkozni kell, erdők, közbirtokossági kérdés, hogyan kéri, hogyan bizonyítja, hogy az adókedvezmény, ami neki jár a törvény értelmében, az ténylegesen jár, és az önkormányzat hogyan tudja megítélni ezt az adókedvezményt. Tehát, hogy ilyen gyakorlati kérdések voltak, és ezekre nyilván, hogy keressük a választ, én nagyon remélem, hogy már jövő héten mindenkinek a feltett kérdésére vissza tudjuk küldeni a válaszokat is. Említette az erdőt, és maradjunk az erdőnél, hogy lássuk a fát. És ugye legfrissebb kedélyborzoló intézkedés az Állami Erdészeti Hivatal a Romszilva részéről az, hogy a fa nyersanyagának árát 300%-kal drágította. Ugye előzetes hírek szerint a
a sajtóban megjelent hírek szerint. Ez talán nem annyira lenne érezhető Hargita megyében, hiszen az itteni területeken túlnyomó részt a közbirtokossági és magánerdők vannak magánkézben, de a szakemberek mégiscsak azt mondják, hogy kihatásai lesznek itt a székelyföldi faiparosok számára is, hiszen mérvadó valamilyen szinten ez a 300%-a való drágítás. Óhatatlanul kihatásai lesznek. Tehát, hogyha az állami erdészet megemeli az árakat, akkor a közbirtokosság sem rest, ő is meg fogja emelni az árakat. Tehát nyilván, hogy tulajdonosként én is ezt tenném. Tehát az én szempontomból, mint tulajdonos, az a legfontosabb, hogy minél nagyobb áron adjam el az árut, amit piacra bocsájtok, vagy eladásra bocsájtok, nem? Tehát egyértelmű... De ez nem drasztikus, hogy egyből 300%-a? Tehát rendben van, hogy zöld aranynak hívjuk az erdőket, de... Ha a tulajdonos fogjuk megkérdezni, akkor nem. Tehát számára még így is kevés. Tulajdonosok szempontjából nem, ez igaz. Ez még nekik még így is kevés. Viszont az, aki felvásárolja és fel kell dolgozza, és az egy végterményként majd tovább kell adja, az számára biztos, hogy drasztikus, mert én nem tudok olyan mozgás most a gazdaságban, hogy 300%-ot nőtt volna mondjuk a bútorok ára, teszem azt a bútorpiacon. Tehát, hogy ennek a kérdésnek nyilván, hogy ott lesz lecsapódása, ahol a vállalkozók és főleg a kisvállalkozók dolgozzák fel ezeket a termékeket. Tehát ilyen megközelítésből ez megint csak egy olyan játék, amivel ugye megpróbálják a vállalkozásokat visszaszorítani, vagy még jobban megbékjózni. Én úgy láttam, hogy ennek azért a kormánynál sem volt olyan pozitív lecsapódása, és most azért térnék rá erre a kérdésre, mert itt látom én a tulajdonképpeni problémát már évek óta, hogy ez a Romszilva is egy olyan intézmény, ami ugye az állami vagyont kezeli, mégis ő abból a bevételből, amit ebből generál, az állami költségvetésben nem is kerül olyan sok, mint ahogy ezt mi elképzelnénk. Tehát tulajdonképpen ez az állami vagyon, amit egy állami intézmény kezel, ez csak arra van, hogy ők minél több pénz, minél nagyobb fizetés, minél több költséget tudjanak generálni saját maguk javára. Tehát, hogy magyarul azért őrzik ők az állami erdőket, hogy az állami erdőből behajtott pénzeket a saját fizetéseikre és a saját jólétükre fordítsák. Tehát ez nagyon nincsen rendben Romániában. Tehát a Romszilvánál olyan fizetések vannak egyik másik helyen, hogy az embernek az esze megáll. Én most nem vagyok az a párt, és nehogy valaki azt gondolja, hogy én azon az oldalon állok, ahol azt mondom, hogy mindenkinek kicsi fizetése kell legyen. Nem. Én azt gondolom, mindenkinek megfelelő fizetése kell legyen, de azt viszont elég furának találom, hogy más intézmény, aki mondjuk állami vagyont kezel, ő tovább kell adja az összes pénzt az állami kasszába. És az állami kassza majd eldönti, hogy mennyi jár neki vissza, és úgy kell megállapítani az ő költségeit is, hogy annak megfelelően legyen megállapítva, pont minden más közalkalmazottnak. Na most itt ez egy kicsit el van csúszva ez a dolog, itt nyilván, hogy nekik egy nagyobb szabadságuk van adva, és ezzel a kérdéssel én azt gondolom, hogy most már eléggé komolyan kellene foglalkozni. Én úgy látom, hogy a miniszterelnök erre már fel is hívta a figyelmet, mert már van is néhány változás, tehát a Romszilvában néhány embert már elkezdtek kicserélni, és lesz még néhány olyan kérdés, ami azt gondolom, hogy választ kell adjanak. Tehát, hogy az elmúlt évekre, az elmúlt jó néhány évre visszamenőleg azért itt is lenne, amiről beszélni, hogy az állami erdőkből hova, hogyan és merre ment el ez a sok pénz, amit ugye befizettek, vagy kifizettek a feldolgozók, vagy akár az erdő tulajdonosok. Tehát, hogy ilyen szempontból minden téren jó az, hogyha néha egy kicsit átláthatóbbá tesszük a dolgokat. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt is ebből a pénzből is, amit az állami vagyonkezelésből, az állami erdészetből behajtunk, nem ártana, hogyha néhány lej például visszakerülne mondjuk akár az oktatásra, vagy akár az egészségügyre. Tehát ennek látnám azért a rációját, hogy ebből a pénzből is valamicske azért oda kerüljön. Képviselő úrnak milyen folyamatban lévő ötletei, törvénytervezetei vannak, illetve melyek azok a területek, amelyeken esetleg a jövőben szívesen vállalna szintén ilyen tervezeteket, javaslatokat? Nyilván a gazdasági része az, amihez én jobban értek, ezért az oktatási vagy más kérdésekben annyira veszek részt, amennyiben úgy érzem, hogy a tudásom meg a szakmai felkészültségem ehhez hozzásegít. De a gazdasági részen próbálok és keresem a megoldásokat néhány olyan dologban, ami azt gondolom, hogy számunkra fontos lehet. Az egyik ilyen törvénytervezet, amit benyújtottam a tavaly, az a zöld bélyegre, a zöld illetékre vonatkozik, amit ugye az autók vásárlása esetén kell befizessünk.
Sok vita van az évek során erről, azt is látom, és az Európai Bíróság világosan kimondja, hogy Romániában illegálisak voltak ezek az adók, viszont ő azt javasolja, hogy továbbra is ezt az adónemet azért meg kell tartani az állami költségvetésben. Ismerve a bukaresti logikát, azt is tudom már most, hogy a bukaresti pénzügyminisztérium, vagy akár a környezetvédelmi minisztérium nem fog eltekinteni ettől a bevételtől, tehát ők azon lesznek, hogy ha nem ez a törvény, akkor egy másik, vagy egy harmadik, vagy egy ötödik kell ezt az adót megtartsák. Ezért én úgy próbáltam ezt a dolgot megoldani, hogy egy olyan törvénytervezetet nyújtottam be, amivel megkönnyítenénk ennek az adónak a befizetését. Tehát ezt az egy összeget, amit egyszerre kell kifizetni, ezt felosztanánk olyan módon, hogy ennek az összegnek a felső határát körülbelül 15 év alatt érjük el, és ebből az összegből is egy része, tehát 30% az önkormányzatoknál maradna. Mert az önkormányzat ugyanolyan zöld befektetésekre vissza tudja fordítani, pontosan, mint az állami intézmény, ugye ez a környezetvédelmi alap. Környezetvédelmi alap is ugye ilyen célra adja ezeket a pénzeket, rábla program, meg parkosítás, meg ilyen célokra. Én azt gondolom, hogy az önkormányzatnak is lehetnek ilyen programjai, lehetnek ilyen elképzelése, és ebből a pénzből, amit az az illető, aki itt él, itt lakik, itt használja az autót, tehát magyarul itt szennyezi a levegőt, ugye, mert ennek ez az alapelve, hogy a szennyező mindig fizet, akkor ha már mindenképpen fizetni kell, akkor legalább úgy fizessünk, hogy akkor ebből mi is érezhessünk valamit, és a saját javunkra is tehessünk valamit. Ez egy törvénytervezet, amit letettem a tavaly. Van egy másik, vagy van még néhány olyan elképzelés, ami ugye a családok kérdését próbálja támogatni, tehát azon dolgozunk, hogy változtassunk néhány olyan törvényen, ami serkenteni, segíteni a fiatalokat a családvállalásban. Van egy másik elképzelés az önkéntesség kapcsán, egy elképzelésem, hogy azok az önkéntesek, akik mondjuk tűzoltók, vagy más ilyen sürgősségi beavatkozásoknál részt vesznek önkéntes módon, valamilyen módon a nyugdíjuk terén próbáljunk nekik segíteni akkor, amikor nyugdíj korhatárhoz érnek. Illetve az én elképzelésem konkrétan az, hogyha egy hivatásos tűzoltó mondjuk 10 évvel elmehet hamarabb nyugdíjba, azért mert egy veszélyeztetett területen dolgozik, akkor hogyha egy önkéntes tűzoltó X időt a saját szabadidejéből ugyanúgy tölt el ilyen veszélyeknek kitéve, mert pontosan ugyanúgy, mint a hivatásos tűzoltó részt vesz az akciókban és a tevékenységben, akkor ezt az időt egy elismervény alapján lehessen kamatoztatni olyan módon, hogy a nyugdíj idejét az az illető esetleg pótolhatja ezekkel az évekkel, ezekkel az eltöltött órákkal ilyen akciókban. Na most nyilván ennek van egy komoly utánajárása, mert ugye itt meg kell nézni, hogy hogyan járul majd hozzá a nyugdíjalaphoz, lehetséges-e, ki fogja vállalni a hozzájárulást, hogyan fogjuk ezt nyilvántartani, hogy akkor ezek a személyek voltak-e, nem voltak-e tűzben, tényleg részt vettek-e, de nem csak a tűzoltókról beszélünk, hanem beszélhetünk a hegyi mentőkről, beszélhetünk a búvárokról, beszélhetünk más olyan csoportokról, akik ugye önkéntesként, legtöbbször, nem hivatásosként, önkéntesként részt vesznek ilyen mentő akciókban. Ez egy másik olyan tervezet, amivel szeretnék foglalkozni az idén. Nyilván, hogy továbbra is azokat a kedvezményeket, vagy azokat a törvény kezdeményezéseket keresném, vagy kapcsolatokat keresném, amivel itthon munkahelyeket, infrastruktúrafejlődést tudnánk eszközölni. Többek között ugye van egy ilyen állandó parlamenti tevékenységem, ami arról szól, hogy a szállítási minisztériummal és ezen belül a CFR és a Csenaderével ugye minden héten legalább egyszer arról beszélünk, hogy akkor mit fogunk tenni mondjuk a Gyergyó-medencéért, akár utak, autópályák, vasút kapcsán, és akkor ennek majd követem a folyamatát, hogy lássuk, hogy ez fog majd kialakulni. Képviselő úr, köszönöm, hogy itt volt, és sikeres évet kívánok önnek munkájában. Kedves nézőknek megköszönöm figyelmét és a türelmét, mindenkinek szép estét, viszontlátásra!